A szülők rendkívül fegyelmezetten fogadták a kialakult helyzetet, és mindenben az intézmény segítségére voltak az első perctől, mondta Simon Csabáné, a térségi óvoda vezetője. Rendkívül nagy felelősséggel álltak hozzá ehhez az új kialakult helyzethez. A múlt hét eleje az ő számukra azzal telt, hogy elvitték a gyerekek ágyneműjét, törülközőjét, ezt természetesen ugye otthon ők is kifertőtlenítették. A mi számunkra az elmúlt hét hasonlóképpen a takarítással, a fertőtlenítéssel telt. Múlt héten nem volt gyermekünk, ezen a héten már egy kisgyereket hoztak a szülők óvodába. Természetesen nem tudja mindenki megoldani azt, hogy otthon marad a gyermekével. Vannak szülők, akiknek muszáj elmenni dolgozni, és nekünk pedig kötelességünk őket fogadni. Megszerveztük az ügyeletet, illetve vannak kollégák, óvodapedagógusok és dajkák is, 9 fő, akik vállalták a 70 éven felülieknek történő bevásárlást. Vannak kollégák, akik az időarányos szabadságukat töltik, amellett pedig az ügyeletet is tudjuk vállalni. Tehát nekünk egy észszerű, jó beosztást kellett készíteni. Az óvodához tartozik a konyha működtetése is, melyre új szabályok léptek életbe a járványveszély miatt. Ugye meg kellett szervezzük az általános iskolás gyerekeknek az étkeztetését, valamint a gimnazisták étkeztetését. Továbbá voltak olyan óvodás szülők, akik tőlünk vitték, illetve hát igényelték a gyerekek számára az étkezést. Mi ezt is maximálisan ki tudtuk elégíteni, meg tudtuk oldani. Olyan módon, hogy éthordót hoztak a szülők, és vagy innen vitték el az óvodából, vagy az iskola épületében lévő konyháról. Nagyon fontos feladat volt az, hogy az éthordok fertőtlenítését megoldjuk. Mivel minden tálalókonyhában, illetve a főzőkonyhában is mosogatógépekkel rendelkezünk, így ezzel tudtuk megoldani ténylegesen ezeknek a fertőtlenítését. Aztán mindig hoz az élet valami változást, úgy alakult ezen a héten, hogy a szociális étkezőknek az éthordóba való ebéd töltését is itt az óvodában oldjuk meg már itt tegnap óta. Muszáj volt ezt megtegyük, mert elég sok igény merült fel összességében az étel elvitelére, úgyhogy az egyik rész az a főzőkonyhában történik, a másik rész pedig, mint ahogy említettem, itt a mi óvodánkban. Jelenleg közel 300 adag ebéd elkészítése és kiporciózása vár a városi konyhára.